Köszöntöm a Kanizsa Café nézőit. Zárjuk eleti beszélgetésünket a mai adással. A téma továbbra is a Tavaszi Művészeti Fesztivál. Köszöntöm vendégeinket, Kovásné Mikula Máriát, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatóját, és Fekete Melinda Zsófiát, az Orf ütőegyüttes vezetőjét. Maradjunk is kicsit az Orfnál. Arról már beszéltünk, hogy hány fő, és hát hogy milyen fiatal csapat fog fellépni a Művészeti Fesztiválon március 30-án. De tulajdonképpen pontosan mit is adtok elő? Mindegyik együttesnek más műsort szántam erre a koncertre. A legkisebb egy gyermekdaloknak a feldolgozásait fogják játszani. Itt most úgy alakult, hogy mind a két hangszerelést én készítettem, és próbáltam egy kicsikét szélesíteni az Orfnak a repertoárját azzal, hogy fúvós gyerekek a saját fúvós hangszereiken fognak játszani, illetve saját fúvós hangszereiken is fognak játszani. A kis Orfnak a repertoárjában nagyrészt jazz számok élnek, a nagy Orf pedig már mindent játszik, mindenféle zenét, tehát a komoly zenétől elkezdve jazzig, rockig, popig, minden, ott már minden megtalálható. Van benne filmzene is, vannak ott találhatók meg az én hangszereléseim, az újak. Erre leszek kíváncsi a közönségnek, hogy tetszik, de ez majd kiderül a március 30-ai koncerten. Itt említetted, hogy akár rock is, tehát ez valóban a fiataloknak is szól, a fiatal érdeklődőknek, nézőknek. Akár mondjuk mondtad a filmzenét, egy mai vagy viszonylag új filmből is válogattatok? Abszolút, igen. Lesz például a Taxi című filmnek a zenéje. Ezt a gyereket nagyon élvezik, úgyhogy nagyon is örültem neki, mert hogy én készítettem a hangszerelésüket, és nem is gondoltam, hogy ennyire tetszeni fog nekik, de nagyon, nagyon bevált, hála Istennek ez. Lesz AC/DC szám például. Úgyhogy tényleg próbáltam egy kicsikét ebbe az irányba is elvinni az együttest. És ha már az AC/DC-t említetted, mondjuk a 13-4 éves orfosoknak ezek szerint én mondva, amit az, hogy AC/DC is ő. Abszolút. De ugye ezt most nagyobb fogják játszani, úgyhogy tulajdonképpen ez a 16 éves korosztálytól játsszák ezt a darabot. De abszolút mond nekik, sőt, volt ilyen gyerek a próbán, nem is, meg is lepődtem a dolgom, mert hogy kiosztottam a kottát, és egyszer eljátszottuk, és utána tudta fejből. Tehát, hogy annyira él ez a zene még most is a fejükben, hogy egyből tudták. Az előző adásban arra nem tértünk ki, említetted, hogy hol végeztél, illetve hogy hát nemrég vetted át az együttes vezetését, de ezek szerint azt hangsúlyozok, hogy te is orfos voltál. Én nem voltam orfos. Én nem voltam orfos sohasem. Valójában nem kerültem közel ehhez az együtteshez egyáltalán, mert ugye én nagykanizsai születésű vagyok, de én Bánok-Szentgyörgyön nőttem föl. Oda jártam általános iskolába is, és én ott tanultam zenét. És akkor hát én barokkfúriázni tanultam, és zongorát tanultam mellette. És amikor elmentem a Batthyány Lajos gimnáziumba, akkor indult el tulajdonképpen a fejemben az, hogy én esetleg zenész leszek. De még akkor sem volt annyira erőteljes, inkább hát a nagy motiváció nekem a fúvószenekar volt, hogy bekerüljek a fúvószenekarba. És akkor kitaláltam, hogy akkor nekem kell egy olyan hangszer, amivel be tudok kerülni a fúvószenekarba, és így jött a szaxofonnak az ötlete. És aztán, amikor elkezdtem szaxofonozni, akkor ez az egész világ annyira elkezdett vonzani, hogy hát tulajdonképpen 2,5 év után jelentkeztem zeneművészeti szakközépiskolába. És akkor már annyira határozottan álltam ehhez a pályához, hogy fél évkor januárban váltottam, érettségi előtt másfél évvel, és nagyon-nagyon gyorsan, tehát tényleg ott egy nagyon intenzív munkát folytattam a szakközépiskolában, és utána érettségi után rögtön fel is vettek Debrecenbe az egyetemre. Tehát akkor már annyira határozott voltam, és annyira ezt akartam, hogy akkor már tudtam, hogy ez az én utam. Így különösen érdekes lehet a visszatérő orvosok kérdése. Azt akartam még ezelőtt kérdezni, ezelőtt az információ előtt, hogy tulajdonképpen őnekik mennyire nehéz újra felvenni az orvos ütemet, akár szó szerint, akár átvitt értelemben, de így tulajdonképpen az a kérdés is jogos, hogy viszonyulnak hozzá, mint nekik mindenképpen új vezető. Én úgy gondolom, hogy én legalábbis most úgy látom, hogy nagy részük elfogadott. Tehát, és nagyon örültem, mert valójában ez az együttes csak úgy működik, hogyha van benne egy egység, egy egyetértés tulajdonképpen. És ez a gyerektanári viszony, ez nagyon-nagyon fontos. Az volt az elején mindig a kérdés, hogy én milyen szinten legyek felnőtt ugye közöttük, hiszen hát valójában a tavaly, ugye, amikor átvettem az együttest, akkor a nagy Orf és köztem olyan 6 év volt körülbelül. Márpedig itt ugye tanárdiák viszonyban magázás van, tehát hogy természetesen ezeket így a mai napig is így tartom, és ugye amikor leérettségiznek mi, akkor tegeződünk vissza, és akkor ez lett ugye bevett szokás. Én úgy gondolom, hogy a visszatérésük mindig egy jó dolog.
És úgy gondolom, hogy végül is könnyen felveszik újra a ritmust, és könnyen beletanulnak újra ebbe az egészbe. Az nehéz összehozni tulajdonképpen a próbaidőpontokat, amikor mondjuk ők ugye a régi csapat ki akar állni, és akarnak mondjuk egy jubileumi koncerten valamit előadni. És ott a próbaegyeztetések, az, hogy ki mikor tud itt hol lenni, ez a nehéz inkább. Amikor már össze van ugye hozva így a csapat, és megvan a próbaidőpontjuk, akkor már annyira nem nehéz talán. Persze, hogy akkor is ugye attól függ, hogy mennyire régi együttesről beszélünk, mert ugye akik elkezdték annak idején 94-ben, hát ugye ők azért már végeztek már egy 10 éve biztos. Őket biztos, hogy nehezebb összerenteni, de ugye akik mondjuk tavaly végeztek, őket azért még elég könnyű. Úgyhogy velük most ugye március 30-án fogunk találkozni, nekik egy próbájuk van előtte, és valójában egy számot játszanak, de ugye az szerintem még él, még mindig él. A fesztivál utolsó napjáról, április 6-áról még nem beszéltünk, ekkor is két program várja majd az érdeklődőket. Igen, és a főszerepben a Veszprémi Mendelssohn kamarazenekar, Kovács Péterrel a főszerepben még külön. Hát két programot is terveztünk a Mendelssohn kamarazenekarral, mindkettőnek a helyszíne a Megyeszai Ház lesz. Délelőtt 11 órakor, április 6-án Tündérmesék címmel a gyerekeké lesz a nem a pódium, hanem a nézőtér. Várjuk nagyon sok szeretettel a kicsiket és a szüleiket. Kalandra Fül címmel egy kicsit ilyen beavató lesz. A hangszerekről beszélnek majd, illetve hát maga az előadás is gyermekfüleknek lesz hallható, vagy ajánlható. Este pedig népszerű bécsi melódiákról szól a fáma. Én úgy gondolom, hogy a Mendelssohn kamarazenekar a maga nemében egy páratlan zenei formáció. Nem olyan régen, 2 évvel ezelőtt a Philharmonia Fortissimo bérletének keretében a Hevesi Sándor Művelődési Központ színház termében is elvarázsolták a közönséget. De aki egy kicsit otthonosan mozog a zenevilágában, a hazai komoly zenevilágában, talán a kolléganő megerősíthet ebben, tehát ez egy unikum tulajdonképpen a magyar zenei világban, a Mendelssohn kamarazenekar, és nagy örömünkre szolgál, hogy a Nagykanizsai Tavaszi Művészeti Fesztivált egy ilyen szép programmal, két szép programmal zárhatjuk, tehát április 6-án a Megyeszai Házban. Nagyon magasan van a fesztivál mércéje, de mik lehetnek a célok, tervek a jövőt illetően? És hát ezt mindkettőktől kérdezem, Lorfütő Együttesnél is, mik lehetnek a legfrissebb célok, tervek? Valójában az Orfnál úgy gondolom, hogy mindig ugye az utánpótlás kinevelése az egy nagyon fontos dolog, hiszen ugye ahogyan érettségiznek le a gyerekek, ugye mindig itt hagynak minket, ami az én nagy szívfájdalmam, de hát ugye ez a világrendje, és őket ugye mindig pótolni kell, tehát egy utánpótlás kinevelése mindig nagyon fontos. Az újítások szintén mindig nagyon fontosak, hogy a gyerekek is ugye ne unják meg a mindig ugyanazt a repertoárt, hanem valami újat mutatni, valami újat tanulni, valami új dologba részt venni. Ezen kívül rengeteg dolog megfogalmazódott még a fejemben, hogy a jövőt hogyan lehetne még fejleszteni az Orffal kapcsolatban. Meglátjuk, hogy ebből... Titkok ezek, vagy nem szól még el? Azt hiszem, hogy nem akarom magamat elszólni, úgyhogy egyelőre még igen. És a fesztivállal kapcsolatban? Én úgy gondolom, hogy a tavaszi művészeti fesztiválok őselődje, akár a Tavasz a Kultúrában, Kultúra a Tavaszban elnevezésű programsorozatban már felállítottunk egy mércét. Tehát ezt a mércét minden évben meglépni, esetenként átugrani nem könnyű feladat, de nekünk ez tartozik a hivatásunkhoz. És amikor az ember a saját maga számára kialakít egy válogatási ismérvet, akkor az ő számára kötelező. Tehát a mi számunkra kötelező, hogy minden évben olyan összművészeti fesztivált ajánljunk a kedves közönség figyelmébe, amely unikális, különleges dolgokat tartalmaz, legyen nagykanizsai kötődése is, tehát nagykanizsai előadókat is beválogassunk, akár képzőművész, akár előadó művész, vagy akár művészeti együttes tekintetében, és hát természetesen az országos és nemzetközi hírnevű hazai, illetve külföldi művészeket lássuk vendégül Nagykanizsán. Itt még az adás felvétel előtt beszélgettük, hogy Melinda fogalmazott, művészeknek mindenképpen hajnali órában, itt a felvételünk alatt. Mi lehet még
tulajdonképpen az a terv, az a koncert, amit próbálnátok megvalósítani úgy, hogy akár a fiatal kollégáktól kaptok impulzust, hiszen ahogy itt az adás előtt említetted, nagyon jó a kapcsolat a fiatal kollégákkal. Szeretünk napra készek lenni, éppen ezért nagyon fontosnak tartom azt, tartjuk én, azt gondolhatom, azt a fejedelmi többes nyugodtan használhatom ebben az esetben, hiszen egy nagyon jó kollektív közösségi gondolkodás folyik a Kanizsai Kulturális Központ berkein belül. Tehát az a célunk elsősorban, hogy a fiatalokat is bevonjuk. Ugye említette kolléganőm Horvátné Gelencséred itt, hogy elsősorban a közép és a kicsit idősebb korosztály látogatja a tavaszi művészeti fesztivál eseményeit, ezért nem titkolt szándékunk, hogy a kortárs művészeket, a fiatalokat is meghívhassuk, akár egy könnyűzenei koncert jegyében, akár komoly zene tekintetében, vagy akár képzőművészeti alkotó, képzőművész alkotó személyében, és hát azt gondolom, hogy a művészeti paletta az kimeríthetetlen. Bárki bármilyen magas színvonalú előadásával, alkotásával szerepelhet a Nagykanizsai Tavaszi Művészeti Fesztiválban. Hát tulajdonképpen ez a cél is, hogy minél többeket bevonzunk ebbe a sorozatba. Bocsánat, kicsit eltekintve a fesztiváltól, tulajdonképpen idézőjelben egy szimpla fellépésre el lehetne hívni, ha már marunk a kortárs vonalon, hogy nagyon sok olyan fiatal író van, aki viszonylag most nagy népszerűségnek örvend a fiatalok körében, és mondjuk így nyitni a fiatalok felé, ez mennyire terv, mennyire cél? Nemrégiben volt a vendégünk Grecsó Krisztián és Krutka Róbert a Megyeszei Ház színpadán, teltházzal van rá igény természetesen, és hát nem árulok el titkot, hogy a 2019-es intézményi munkatervünkben is szerepel egy ilyen rendhagyó író-olvasó találkozó sorozat, konkrétan a mai népszerű fiatal íróknak adnánk itt Nagykanizsán egy kis pódiumot. A Hevesi Sándor Művelődési Központban képzeltük el. Én most neveket nem szeretnék említeni, mert a tervezés a háttérben zajlik, és nem szeretnék senkit csalódottá tenni, hogyha nem azt az illető írót, vagy írónőt, vagy költőt, vagy költőnőt hívjuk meg éppen, aki ráír, de van erre kezdeményezés, és hát ugye a könnyű zene, az pedig azt gondolom, hogy megint egy olyan vonulata a művészeti palettának, amely nagyon nagy közösséget képes összetartani. Hát gondolkodunk abban is, hogy Nagykanizsára csábítani népszerű zenei formációkat, könnyű zene tekintetében. Melinda, neked kéne választani egy kortárs fellépőt, írót, tudom, nagyon reggel van, akit na, ehhez nagyon elhívnál Kanizsára, esetleg tippet adva, ki lenne ő, kik lennének ők? Hát tulajdonképpen engem most újabban nagyon elkezdett érdekelni a pszichológia és az ezzel kapcsolatos dolgok, tehát mindenképpen valaki olyan dolgot, aki, vagy olyan szemét, aki valami, tehát elgondolkodtatja a fiatalokat. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog lenne, hiszen ugye a mai, tehát a 21. században már annyi hatás éri a fiatalokat, hogy tulajdonképpen nagyon sok gyereken érzem azt, hogy nem igazán tudja, hogy mihez kapaszkodjon, vagy mifelé induljon el az életbe. És úgy gondolom, hogy nyilván mindenkit más fog megfogni ebből az egész témakörből, de szerintem ez egy fontos dolog, hogy a fiatalokat ilyen szempontból is irányítsuk. Ehhez szeretnék hozzáfűzni valót. Nálunk a Kanizsai Kulturális Központban már több ideje folyik ez a úgymond pszichológiai előadások sorozata. Na most a fiatalokkal az a helyzet, hogy ők nagyon nem szeretik, hogyha őket kioktatják. Mi azt gondoltuk, hogy kortárs csoportból hívunk előadókat, és nem pszichológusokat elsősorban, hanem vloggereket, aztán sportikonokat, vannak ilyen sorozataink, és örömünkre szolgál, hogy bizony ezekkel a úgymond példaképekkel meg tudjuk őket szólítani, és ezek a példaképek tudnak értelmes elfoglaltságot bemutatni ezeknek a kortárs csoportú nézőknek, érdeklődőknek, és hát én úgy gondolom, hogy a fiatalok tekintetében mindig a kortárs példa az erőteljesebb, mint a felnőtt. Lenyomom a torkodon effektus. Ez lehet, hogy így van egyébként, ez abszolút elképzelhető. Mondjuk ugye nyilván én már azért nem vagyok az a kamasz, tehát hogy engem lehet, hogy már így más érdekel, de el tudom képzelni, a tinédzsereket viszont ez érdekli. Igen.
Én is kicsit hagy álljak menünk a pártjára, már amennyire ezt fogalmazhatjuk így, hogy ezek a youtuberek, vloggerek, akik mondjuk eljönnek Kanizsára előadást tartani, ők valóban állíthatnak jó példát a fiataloknak, akik eljönnek meghallgatni az előadásukat? Igen, ugye az internetvilága az egy nagyon sikamlós pálya. És ezek a fiatalok egyrészt, hogy a saját erejükből valamit elértek, az már egy nagyon erős motiváció lehet a többieknek, másrészt pedig a védelmi effektusra szoktatják ezeket a tapasztalatlanabb fiatalokat, akik az érdeklődőket, akik még úgymond a világhírnévre ácsingóznak. Úgy gondolom, hogy ez maga egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a védelemre is szoktatják őket, mert ugye, mint tudjuk, az internetes bűnözés az még egy megfoghatatlan kategória, nem árt, hogyha körültekintő az ember gyermeke, a 8-10, 14-16-18 éves gyermek, mert én úgy gondolom, hogy ezek a példák visszatartó erejűek is lehetnek, és nagyon sok esetben a mentális sérülésektől megóvhatjuk őket. És kicsit elkanyarodva a youtuberek, bloggerek világától vissza a művészeti fesztiválra, ha az idei kínálatból egyet ki kéne emelni, mi lenne a kedvenc mindkettőktől, kérdezem. Hát én ezért nyilván hazahúzok, úgyhogy nekem az Orfűtő együttes koncertje. Bár ez nem volt túl meglepő. Ez nem volt meglepő szerintem. Én is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép este lesz. Azon kívül, hát én kettőt is mondanék, hogyha szabad. Az egyik az Orán koncert, úgy gondolom, hogy ő egy olyan elismert művész itt ma Magyarországon, akinek a nevére nagyon sokan megmozdulnak, és egy minőséget is várnak tőle, és mindig ezt a minőséget meg is kapja a kedves közönség. Azon kívül pedig én Mácsai Pál és Lukács Vilmos estjét szeretném kiemelni, mert ez biztos egy nagyon különleges és jó hangulatú program lesz a Tavaszi Művészeti Fesztiválban. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy ezt a 4 adást a Tavaszi Művészeti Fesztiválnak szentelettük, és sok sikert akár jövőbeni fellépésnek szervezéséhez, valamint az Orfütő Együttesnek is. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük szépen köszönjük. A meghívást. És köszönöm a nézőknek is, hogy velünk tartottak, jó szokásukat tartsák meg a jövőben is. Jövő héten már Péter Árpád várja önöket, illetve vendége vagy vendégei. Én köszönöm a figyelmet, viszont látásra, jó hétvégét! A műsor dekorációját a bíborvirág készítette.